A mindennapokat megkönnyítő gyakorlati tanácsokat három orvostól hallhatták a résztvevők. Dr. Burcsi Elemér házi orvos a rendszeresen végzett testmozgás jótékony hatására hívta fel a figyelmet. Még dr. Varga Ferenc tiszti főorvos a mértékletességet, a káros szenvedélyek mellőzését hangsúlyozta. Dr. Sándor János szülésznő gyógyász a női szervezetben bekövetkező hormonális változásokat és azok következményeit ismertette. Mint mondta, a női nemi hormon az ösztrogén hiánya felelős a csontritkulás és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért. Különösen a csontritkulás vált napjainkra az idősödő nők körében népbetegségé, amit mindenképpen kezelni kell. Az őszi hulladékgyűjtés során összegyűlt 10 000 forinttal járult hozzá az Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskola Diák Önkormányzata a húsvéti játszóház megrendezéséhez, mely első alkalommal hívta a gyerekeket a tavaszi ünnepkör megelevenítésére. Bár a technikai és rajzórák teret adnak a hasonló alkotómunkának, sokan most először próbálhatták ki a tojás megmintázásának alapjait. Az elkészített tárgyak természetesen ajándékként szolgálhatnak húsvét ünnepén. Húsvét reggel felkelünk, megreggelizünk, aztán kimegyünk, ott vannak a húsvéti ajándékok, nekirontunk tesómmal, aztán bevisszük. Darabolás, csontozás. Éppen ezt a feladatot végzik a diákok a gyakorlati versenyen. Emellett még 4 helyszínen, 4 munkaműveletben való jártasságokat kellett bizonyítaniuk a mai napon. Diákok forgószínpadszerűen oldották meg a versenyfeladatokat az üzem különböző területein. Munkájukat a szakmai zsűri figyelte árgus szemekkel. Budafalvi Attila Bajáról érkezett. Véleménye a többiekéhez hasonlóan az, hogy a gyakorlati verseny könnyebb, mint a szóbeli megmérettetés. Számomra az inkább az elméleti, a gyakorlati az könnyebb, de az a termékgyártás az annyival nehezebb, hogy ott számolni is kell, és oda kell figyelni, hogy mit gyártunk le, mert nem mindegy, hogy mit adunk el a vevőknek. A Városi Óvodák egészségnevelő és környezetvédelmi munkacsoportja már 4. alkalommal szervezte meg Ovis Torna rendezvényét a Városi Sportcsarnokban. A program közel 250 nagycsoportost mozgatott meg, hisz ez az iskolába készülődő óvisok rendezvénye. Rögtönzött felmérésünk szerint a gyerekeknek az a játék tetszett a legjobban, mellyel most próbálkoztak először. Ez a golfütő. Az, amikor kellett, azzal ötti azt a labdát. Ilyen hokis. Az Ovis Torna játékos vetélkedő, ám nincsenek helyezések. A fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.